A mai üzenetemnek az a címe, hogy a hit, ami tőle van, és szeretném ott folytatni, ahol az Attila abba hagyta, ugye ő arról beszélt, hogy Isten hisz benned. Hogy Istennek nem változott meg a meggyőződése felőled, akkor sem, ha elkanyarodtál jobbra, netán balra, úram, bocsá, lefelé. <kül> Isten bízik benned, hisz benned, és azon van, hogy meg tud győztesen futni a pályádat. Mint minden jó apa. Én ma arról szeretnék beszélni, hogy Isten nem csak hisz benned, hanem ezt a hitét, ezt a meggyőződését plántálja át beléd. Mégpedig a szava által, az ő beszéde által. És ebből következik az is, hogy a hit az nem a mi termékünk, nem a mi produktumunk. Azt az igét fogom strapálni, ami a hitmozgalomnak is alapigéje volt, hogyha te szívedben hiszed, száddal megvallod, csak mondjad, és akkor meg lesz neked, és akkor kialakult ez a megvallásos rendszer, hogy megvallom hittel, megvallom hittel, megvallom hittel. És ugye már vicceltek is a karizmatikusokkal, hogy lekerül a karizmatikus a pokolba, körülnéz, és azt mondja, megvallom hittel, amennyiben vagyok. Szóval mindannyian érezzük, hogy azért ez nem így működik teljesen hogy az, hogy megvallom hittel, megvallom hittel, az még nem biztos, hogy elég, mert Góliát is megvallotta hittel, hogy a testedet az ég madarainak adom, Dávid is megvallotta hittel, hogy nem úgy lesz, nem levágom a fejedet, és én adom a testet. Szóval, hogy azért a kettő közül csak az egyik működött, és azért valami másnak is kell azon kívül lennie, hogy az ember megvallja a hittel. De mondjunk jó dolgokat, az sose baj de az erejét a szavainknak mégis a hit adja, az erejét a szavainknak a meggyőződés adja, ami mögötte van, és íme titkot mondok, amikor az ember az ördöggel viaskodik, akkor meggyőződés csap össze meggyőződéssel. És a kereszten is ez történt, meggyőződés csapott össze meggyőződéssel. Az ördög antihite csapott össze Istennek a pozitív hitével, az emberrel a kapcsolatban. Az ördög megvan róla győződve, még most is megvan róla győződve, hogy az ember egy rohadt, szemét, álnok, semmire se való, semmire se jó, alkalmatlan és méltatlan valaki. És amikor ezt az érzést érzed, <laughs> akkor tudjad, hogy az soha nem az Isten szelleme. Isten nem így gondolkodik rólad, Isten nem így beszél rólad, Isten nem ezt mondja rólad. Lehet az egyház ezt mondja. És sokáig hallgattuk mi is vagy vegyes üzenetet, kétféle üzenetet, hogy ezt is mondja, meg azt is mondja. Mintha Isten egy ilyen hűvös, kivuláló úr lenne, jó, megalkottam az embert, na jó, adok neki még egy esélyt, aztán meglátjuk. Időnként eljövök, megnézem, hát ez még nem tökéletes, megy a lecsóba. Isten egy szerelmes Isten. Amikor megalkotta az embert, ahogy a Vikó is mondta, nem ok nélkül alkotta meg, a maga számára alkotta meg. Azt a lényt akarta létrehozni, akivel ő találkozik a szentek szentjébe, a legintimeg, legbensőségesebb helyen. Ez volt örökösen is az Istennek a célja, hogy az embert odaültesse a jobbjára, és az ember belépjen a szentek szentjébe, és ez volt az Édenben, ez volt a sátorban, ez volt a templomban, és ez lesz majd a mennyi Jeruzsálemben is az Istennek a célja, amikor ez megvaló és olvassuk a jelenések könyvében, íme az Isten sátora az emberek közt van, és velük lakozik. Ez a bizonyos saken, amiből a sekina származik, a lakozás, az, az együtt lakni, együtt élni. Ott van az Isten az emberrel együtt, egy, együtt sátorozhat az Isten az emberrel. És az ember az Istennel. Ez volt az Isten örök célja. És ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, az, az Isten megteremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára. És az első és fontos dolog, amiről szeretnék szólni és beszélni, az, az, az a címadó igém, hogy hogyan is látták ezt az apostolok. Ugye ez egy híres ige, és Feri testvér kedvenc igéjét csortam most el amit mindig elmond, amikor elmegyünk Jeruzsálembe, az ékes kapuhoz, meg vannak a maradványok, és akkor leülünk a lépcsőkre, amin valaha az a bizonyos Sánta is ült, az ékes kapunál felolvassuk az igéket, és megemlékezünk arról, ami ott, ezen a helyen történt. Az apostolok cselekedeteinek harmadik részében, tizen... igen, harmadik részében a 12. verstől ezt mondja az ige. Amikor Péter ezt látta, mit látott Péter, meggyógyul a Sánta, és. Ne... Ezek születésétől fogva sánta volt, 40 évnél régebb óta. És ha hát tudjátok, hogy az nem úgy van, hogy az meggyógyul, akkor utána rögtön felpattan és ugrabugrál az ember. Nincsenek izmai. Ha láthatok már ilyen embert, akkor tudjátok, hogy nincsenek, el vannak sorvadva az izmai. Ez nem, még a meggyógyul is, elkezdődik a gyógyulás, akkor is hosszú idő, év, hónapok rehabilitációja kéne ahhoz, hogy egyáltalán a lábán meg tudjon állni. És az ember nem csak, hogy meggyógyult, hanem lábra állt, szögdécselt, ugrándozott, és összecsődültek az emberek a templomba. Az ilyen ember, ugye, a vak és a sánta, vele egy a lábát a házba, az Dávid óta így volt, nem mehetett be a szentélybe, csak a lépcsőkön, a szentély előterébe, és most fent ugrált a És megismerték, miért ismerték meg? Mert 40 éve óta ott ült. Vagy 30, vagy 25, mit tudom én. Mindenki ismerte, mindenki tudta, mint a vakon szülöttnél is, hogy ismerték, tudták, kiről van szó. És amikor ott ugrabugált, összeszaladtak az emberek, és akkor kapcsolódunk be a történetbe, és azt mondja, amikor Péter ezt látta, hogy az emberek összecsődülnek, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, miért csodálkoztok ezen? Miért néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel, vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? És akkor itt hadáljak meg egy pillanatra. Mintha a saját erőnkkel és a saját kegyességünkkel. És a, a, a hitmozgalom sok nagyon jó dolgot hozott, de a rossz hozadéka az az volt, hogy azt mondta, hogy elég, vol, elég csak neked hinni, és minden lehetséges. És akkor elkezdtünk erőlködni azon, hogy hinni tudjunk, hogy valahogy hitet préseljünk ki magunkból. És akkor mindenféle technikákat, eszközöket adtak a kezünkbe, és így tovább. De Péter itt kijelenti, hogy nem a saját erőnkből, még csak nem is a saját Istenfélelmünkből, vagy kegyességünkből történt ez a dolog. Hanem akkor hogyan? Azt mondja tovább. Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ami atyáink istene megdicsőítette szolgáját Jézust, akit ti kiszolgáltattatok, és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. De Isten őt feltámasztotta a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg Jézus neve, ezt az embert, akit ti láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindjártok szeme láttára. A tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét. A tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét. Nem a mi erőnk, nem a mi ámborságunk. Mi történt? Az Úr Jézus Krisztus nevéért az Isten, Ábrávizsák Jákob Istene, egy mustármagnyit a saját hitéből belepottyantott ennek a Péternek a szívébe ott a lépcsőn. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy ez az ember régóta öttült. Jézus is elment mellette százszor. A többi apostol is elment mellette százszor. Péter is elment mellette százszor. Mi volt a különbség az egyik és a másik között? Péter hirtelen, vakmerő tetre szánta el magát, és azt mondta, arra nyom, ezüstöm nincs, de amin van, azt odaadom neked, az Úr Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Volt valamilyen, ami addig nem volt. És mi volt ez, ami volt neki? A hit, ami tőle van. Isten hitet ajándékozott neki, hitet adott neki. Nyilván megvolt a maga célja, hogy miért és hogyan és miképpen, és akarta, hogy új lendületet vegyen az evangélium. De amire a figyelmeteket szeretném felhívni, hogy ez itt egy ajándék volt Péter számára. Nem, tudta, hogy nem az ő ereje. Tudta, hogy nem az ő jámborsága. Nem az ő imái, nem az ő odaszánása, nem az ő dicsérete, nem az ő nem tudom én milyen szellemi tevékenysége ö, ö, hozta ezt létre ajándékba kapta az Istentől. Az Isten ott azon a ponton megajándékozta őt, de nem is annyira őt ajándékozta meg, hanem azt a Sántát és a sántán keresztül megajándékozta egész Jeruzsálemet. És ezen az ajándékon keresztül, a csodán keresztül csodálkozásra késztette az embereket, és a csodálkozás kinyitotta az emberek szívét és az elméjét arra, hogy be tudjanak fogadni valami újat, amivel szemben gondosan falakat építettek fel addig, és azt mondták, nem, ez nem így van, ez nem lehet, ez nem igaz, ez hazugság, ezt nem kell elfogadni, vigyázzatok, veszélyesek, és a többi. Mindig ez van. Az igazsággal szemben. Az igazság az ördög számára az, hogy jelentéktelen. Hát nem kell foglalkozni jelentéktelen. Aztán azt mondja, nevetséges. A nevetséges után azt mondja, az veszélyes. A veszélyes után azt mondja, az ellenség. Harcolni kell, küzdeni kell vele. És utána a vége az, hogy ezek gonoszok. Méltók arra, hogy elpusztítsák őket. És a jelentéktelenségből eljutunk oda, hogy már annyira veszélyesek vagyunk, hogy egyetlen lehetőség van, vagy mi pusztulunk el, vagy ők. Le lehet vezetni, de mindig ez a története az ilyesfajta ö, dolgoknak. Szóval, amire ki akarok lukadni, az az, hogy Péter itt ajándékba kapta ezt a dolgot. De lapozunk kettő fejezetet, és az ötödikben már azt látjuk, hogy kirakták a betegeket az utcára, hogy Péternek csak az árnyéka érintse őket, és meggyógyultak, és megszabadultak. Ez már nem ajándék volt. Itt sem Péter jámborsága és ereje hozta ezt a dolgot létre, Továbbra is Isten ajándéka és Isten ereje, és Istennek a hite hozta ezeket a dolgokat létre, de míg itt ajándék volt, ott már gyümölcs volt. És ez a különbség az ajándék és a gyümölcs között. És a hit, mint ajándék is szerepel a Bibliában, fel van sorolva ugye a hit ajándéka a karizmák között az 1. Korintus 12-ben, de fel van sorolva a gyümölcsök között is, a Galata 5-ben. És amikor ajándék, azt nem te irányítod. Az Isten adja, és neked egy dolgod van, hogy amikor az Isten adja, akkor legyél bátor. Lép ki, szólj oda annak az embernek, de ilyenkor az ember nem is nagyon tud más csinálni. Maga is meglepődik, hogy milyen vakmerő volt. De amikor gyümölcs lesz, és az ajándékból szeretné az Isten, hogy gyümölcs legyen. Amikor ez gyümölcs lesz, az ajándék számodra is kinyit egy új világot, számodra is kinyitja az erőnek, a hatalomnak, a hitnek a világát, és ajándéká is válhat az életedben. De ez attól függ, illetve gyümölcs is válhat az életedben, de ez attól függ, hogy mennyire vagy bátor az ajándéknak az elfogadásában és az ajándéknak a használatában. Ez ugyanúgy van, mint a, mint a nyelveken szólással. Lehetsz bátor, lehetsz ebben bátortalan. És minél bátrabb vagy, annál hatásosabban fog az életedben ö, ö, működni. Tehát a hit, amiről mi beszélünk, az nem embereknek a hite. És ezért mondjuk újra és újra, hogy meg kell értened, hogy nem csak a cselekedeteid nem érdemszerzők, a hitet sem érdemszerző. Nem azért tudsz hinni, mert te ügyesen csináltad. Nem dicsekedhetsz azzal sem, hogy én hűszek. Mert az a hit, amivel te hiszel, az valójában az Istennek a hite és az Isten a beszéde, a szava által plántálja el a hitét benned. És ez szeretném, ha megértenétek. Tudom, hogy sokaknak ez nehéz, mert úgy gondoljuk, hogy át Istennek mi szüksége volna a hitre. Hát ő mindent tud, miért kellene neki bármit is hinnie. De mondom még egyszer, a hit meggyőződés. Ugye így olvassuk a Héberekhez írt levél 11. részében, hogy a hit a reménylet dolgok valósága, a hit számára az, amit más csak remél, már valóság. Nem jövőidő, jelenidő. És a nem látott dolgokról való meggyőződés. Meggyőződve lenni valamiről, amit nem empirikusan tudsz, nem a kezeddel fogtad, meg nem a fizikai szemeddel, a testi érzékszerveiddel láttad. Hogyan lehet ilyen meggyőződésre szert tenni? A szellem bizonysága által. A leggyakoribb dolog, amit a Szentlélekről mond az írás, az új Szövetségben az, hogy eljön és tanúskodik. Bizonyságot tesz. Azért válik lehetővé a hit, mert a Szentlélek benned tanúskodik. Ez nem a miénk, ez nem tőlünk van, hanem ez Istennek az ajándéka. És az, hogy Istennek is van hite, ezt számtalan igeheiről be lehet bizonyítani, de én csak egyet szeretnék idehozni. Az első Korintosi levél 13. részében van a híres szeretet himnusza, ami elmondja, hogy Isten hogyan szeret bennünket. Az Isten szeretete hosszú tűrő, kegyes, mindent hisz, mindent remél, mindent eltör, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazságnak. A hit, a szeretet soha el nem fogy. És azt mondja, a karizmák elmúlnak. Ugyanúgy, ahogy a gyerekkori dolgokat is elhagyjuk, amikor felnőtté lettünk. De vannak változékony dolgok, és képzeljétek el, hogy még a karizmák is a változékony dolgok, az elmúló dolgok közé tartoznak. De van három dolog, ami örök, és nem múlik el soha. De megmarad a hit, a remény, a szeretete három, és ezek közül a legnagyobb a, a szeretet. Lesz hit az eljövendő világon? Lesz. Lesz remény az új égen és földön. Lesz, lesz szeretet? A szeretetet értjük. A hit remény, hogy lesz, nem értjük. De meg kell értenetek akkor, hogy az Isten tulajdonsága, hogy hisz, az Isten tulajdonsága, hogy remél. És mivel az Isten a saját képére teremtett meg bennünket, ezért szükségünk van a hitre. Nem Minden ember hisz valamiben. És hogy miben hiszel, azt megmutatják a cselekedeteid. Minden ember reménykedik, azt szokták mondani, hogy reménység hal meg utoljára. Miért? Azért, mert reménység nélkül nem lehet élni. Reménység nélküli élet betegé teszi a szívet, depressziósá tesz, megöli a belső motivációdat, meg mindent. És az emberek azért fogadják el, azért hallgatnak a hazugokra, a hitetőkre, a mindenfélére, mert még egy hamis reménység is jobb, mint semmilyen reménység és a sok kókler szélhámos is reménységet árul, a politikustól kezdve a csuda kencéig, ami a luttaptól a hajhulásig mindent meggyógyít. Mind azt szeretné, hogy te visszaéljen a azzal a képességeddel és szükségeddel, hogy remély. A hit, a remény és a szeretet Istennek a tulajdonságai. Isten is hisz. Hisz az emberben. Mikor megteremtette az embert, azt olvassuk, a saját képére és hasonlatosságára teremtette meg, és ez a saját képére, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a saját elképzelése szerint. Úgy kell ezt érteni, hogy amikor te mit tudom én, létrehozol valamit, akkor van egy elképzelésed, hogy azt mire akarod használni. A számodra valami, amivel el akarod érni a célodat. És Isten is azért hozta létre az embert, mert szánt az embernek egy célt szánt az embert, az embert valamire elkészítette, valamire megalkotta. És mindaddig hitben kellett látnia az embert, amíg az ember azzá nem válik. Amikor jönnek a kis gyerekek, és jobbra-balra tiblábolnak körülöttünk, ugye most már mi az unokázás boldog világába élünk, akkor ö, látjuk azt, hogy ö, Pistike éppen elveszi Józsika kedvenc autóját, és aztán a szívlapáttal fejbe vágja, és akkor meghúzza a haját, és markolja a szemét. De mi mégse azt látjuk, hogy itt van ez a, ez a, ezek a retteretes szörnyűséges lények, akikre állandóan vigyázni kell, hanem azt látjuk, hogy majd Pistike nagy lesz, hogy Józsika majd nagy lesz, felnő, derék, tisztességes, jóra való emberré válik. Ezt látjuk akkor is, amikor éppen egymás haját húzzák, meg kitolnak egymással, meg gonoszkodnak egymással. Mi, miért? Mert hitben látjuk őket. És Isten is ugyanígy hitben lát bennünket. Ez az Istennek a hite az emberrel kapcsolatban. És úgy tűnt, hogy az Istennek ez a hite, hogy az ember azzá válik, aminek ő megalkotta és megteremtette, ez csalódások és kudarcok sorozata lesz. És hogy az ördögnek van igaza. Egészen az Úr Jézus Krisztusig. És ott megváltoztak a dolgok. Onnantól Ember van a mennyben. Onnantól ember van az Atya jobbján. Onnantól megnyílt az út az ember számára, az Atya jobbjára. És ez a fantasztikus jó hír. Ez az üzenete az Evangéliumnak. Hogy Jézus meghalt, lezárt valamit, véget vetett valaminek, és feltámadt azért, hogy megnyisson mindannyiunk számára egy újat. A számodra is, a számomra is, de minden ember számára, hogy oda az, azzá válhassunk, és azok lehessünk, akinek Isten elgondolt és eltervezett bennünket. Mert nekünk sem jó, amikor nem azok vagyunk, akiknek Isten megalkotott és meg megtervezett bennünket. Nem érezzük jól magunkat. Szorongunk, rettegünk, hiányérzetünk van, minden bajunk van. De amikor azok vagyunk, mikor ott vagyunk bent, bemegyünk háladással az oszlopcsarnokokba, dicséretekkel a szent helyre, megérkezünk az imádásba, akkor jön az, hogy De ma, ha az ő szavát halljátok. Ott szól az Isten. És amikor szól az Isten, akkor érezzük, hogy az helyre tesz bennünket. Az mindent megold. Miért? Mert az Isten a szavával mit fog plántálni a szívünkbe? Hitet. De nem úgy van az, hogy az ő szava generálja bennünk a hitet, hanem az ő szava tartalmazza az ő hitét, és ezért az ő beszéde benned is hitet hoz létre. És ez az a hit, ami több, mint az embernek a saját hite, a meggyőződése, a reménysége, a szeretete és minden egyéb. És amikor azt mondja az írás, hogy a gonoszt jóval győz le, akkor meg kell értenünk, hogy bennünk is van jó, mert az ember jónak lett megteremtve. E, igen, a bűn eltorzította, mit tudom én, és vannak emberek, akik olyan sikeresen átadják magukat a bűnnek, hogy teljesen ördögivé tudnak általa válni, ilyen is van, de van bennünk egy csomó jó, de ez a jó mindig kevés. És az emberiség, mikor uh, megpróbál a maga erejéből tornyot építeni, és valami jót csinálni, abból mindig csak baj, rossz származik a végén. Bármit hozunk létre, a végén kiderül, hogy ellenünk fordul. Hogy ott van a bűn, és a bűn addig erjeszti, addig tekeri, addig pervertálja, amíg a végeredménye az lesz a dolognak, hogy pont az ellenkezőjét érjük el vele, mint ami az eredeti cél volt hogy egyáltalán nem arra lesz való, amire mi kitaláltuk, hanem ellenünk fordul, és bántani fog bennünket. Ahhoz, hogy le tudjuk győzni a gonoszt a világban, Isten jóságára van szükségünk. Isten hitére van szükségünk. Olyan szeretetre van szükségünk, ami több, mint az ember szeretete, amit harmatnak ír le a próféta és azt mondja, hogy olyan, aki szeretetetek, mint a reggeli harmat, rásüt a nap, és vége. Többre van, másra van szükségünk, olyan jóságra van szükségünk, ami nem ebből a világból való, olyan szeretetre van szükségünk, ami nem ebből a világból való, és olyan hitre van szükségünk, ami nem ebből a világból való. Azt, hogy az Úr az ő hitét a szavával plántálja át az emberbe, azt, hogy a, Róma, a híres Róma 10-ben olvashatjuk, a 9. vers ezt mondja. Ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Ez az üdvösség feltétele. Nincs más feltétele az üdvösségnek. Isten szól hozzád, ez hitet hoz létre a szívedben, és amikor ebből a hitetből te beszélsz, akkor az, üd az Isten élete, az Isten ereje beleárad a, a szívedbe, életre kell, és elkezd mindent megváltoztatni. Ez maga az üdvösség. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, tehát amikor már hiszünk, az megigazít bennünket, de amikor ezt a hitet cselekedetté váltjuk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre, folytatja a szöveg, vagyis amikor elkezdünk cselekedni ebből a hitből, és ugye azt szoktuk mondani, hogy a szánk mindig kéznél van, az első dolog, amivel a hitedet cselekedetre tudod váltani, az az, hogy kimondod a meggyőződésedet, kimondod a hitedet, akkor az üdvösség jön az életedbe. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, az megtartatik. Ugye ez szintén jó Profétának a, a híres igéi. De kérdezi utána Pálapostól, hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan hihetnének abban, akiről nem hallottak? hogyan hallják meg ige hirdető nélkül. És drága testvéreim, azért ülünk itt, hogy meghalljuk. Az ige hirdetés bolondsága üdvözíti a hívőt. És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el, amint megvan írva? Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, Uram, ki hit annak, amit tőlünk hallott, ugye ez a híres Ézsaiás 53-nak a bevezető igéje. És így vonja le a következtetést, a hit hát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tudom, hogy ezek nagyon ismert igék, de szeretném, ha újra végig ö, gondolnád. Az Isten szól, az Isten az igéit küldöttekre bízza. Az Isten elhív embereket, hogy szólják az ő igéjét, szólják az ő beszédét. És amikor szól az Istennek a beszéde, az az Istennek az igéje, az még nem old meg mindent, de akkor hoz téged helyzetbe az Isten. Akkor van lehetőséged választani, akkor van lehetőséged dönteni. Tudom, hogy sok vita van a szabad akaratról, meg a mindenféléről. De amikor a bűnről, meg ezekről szó esik, akkor mindig azonnal előpatt, hogy na a szabad akarat. De a helyzet az, hogy a szabad akaratunk, a szabadságunk borzalmasan korlátozott. Minél jobban uralkodik a bűn rajtunk, annál korlátozottabb a szabadságunk. De nem uralkodna a bűn, akkor is korlátozott lenne a döntési szabadságunk, mert egyetlen egy olyan lény van, aki azt csinál, amit akar, őt úgy hívják, hogy az Isten. Minden teremtménye ehhez képest már korlátos. Valójában a szabad akaratod akkor keletkezik, amikor az Isten szól hozzád. Az Isten szava hoz téged abba a helyzetbe, hogy dönthetsz. Addig nincs választásod. Addig a bűn és halál törvénye alatt vagy. De amikor jön az Isten hozzád, és szól az Isten hozzád, akkor ő abba a helyzetbe hoz, hogy dönthetsz. Abba a helyzetbe hoz, hogy választhatsz. És ezért kérdezi a próféta és mi van, hogy az Isten szól valakihez, és az a valaki, és most nem az emberek szavát hallja meg, hanem tényleg az Isten szavát meghallja a szentek szentjében, a lelkiismeretében, a bensejében. Mi van, ha ez erre azt mondja, hogy nem? Ha nem él a hittel, nem indul el a hitnek az útján, elnyomja magában a hitet elzárja magában azt, amit az Isten igéje létrehozott benne. Ez hiába valóvá teszi az Istennek a hűségét? Hiába valóvá teszi az Isten igét. Azt a bizonyítványt állítja ki az Istenről, hogy erőtlen? Vagy az igéről, ahogy nem igaz? Nem, távol legyen. De a célunk mégiscsak mi volna? Az, hogy amikor az Isten szól hozzánk, akkor a létrejövő hitet mi mint egy értékes ajándékot magunkban őrizzük, megerősítsük, és képesek legyünk ebből a hitből élni, szólni és cselekedni. Tehát, amikor eljövünk az Isten tiszteletre, miért jövünk el? Találkozunk a testvérekkel, eszmét cseréljünk, telefonszámot, ezek is mind jó dolgok, de a helyzet, hogy elvileg azért jövünk el, hogy az Isten szóljon hozzánk. Azért jövünk el, hogy mi is megszólítsuk őt, és miért szólítjuk meg az Istent? Azért, hogy ő is szóljon hozzánk. Akkor eljön ide valaki, és nem szól egy szót se, nem tudjuk megismerni őt. És ha szeretnénk megismerni, akkor mit kell tennünk? Oda megyünk hozzá, és megkérdezzük, hogy hát te ki vagy. És akkor elmondja, és létrejött egy beszélgetés, és elkezdődik egy kapcsolat, és elkezdődik egy olyan közösség, ami nem kezdődik el enélkül. És ugyanígy vagyunk az Istennel is. Isten itt van. De nem azért imádkozunk, és nem azért énekelünk, mert ez így szokás az Isten tiszteleten, hanem azért, mert vágyunk arra, hogy az Isten válaszoljon, hogy az Isten megszólítson bennünket, hogy az Isten szóljon hozzánk. Van egy nagyon híres ige, ami szintén ugye itt a hitajándékáról szól, ez pedig a, ugye ennek a bizonyos fügefának a története, amit, ami elszáradt. Ugye a sztori maga Mátéban Márkban van leírva, érdekes Lukács nem emlékezett meg róla. És ugye arról szól, hogy Jézus már nagyon a végén van a történetnek, nem sokkal a halála előtt, és kint lakik Betániában. <tosz> Ugye kicsit próbáljátok elképzelni, van egy hegy, ez az úrházának a hegye, ezen van a Szenté, aztán van egy nagy völgy, ez a Kidron völgye, aztán jön az olajfák hegye, ahol itt olajfák vannak, a tetején van egy olyan falucska, amit úgy hívnak, hogy Betfagé, és ha mész a másik oldalára, akkor van egy falucska, amit úgy hívnak, hogy Betánia. A Betánia a Hanániról kapta a nevét, ami ö, Datoját jelent. A betfagé a figéről kapta, a fügéről kapta a nevét, ugye innen vettük át mi is a füge kifejezést, és az olajfák hegye pedig ugye nyilvánvalóan az olajfákról, tehát a datolja füge olaj. Ez a három fontos falu van, és Jézus mindig ezeken ment keresztül. És vajon hol látta meg a fügefát? Betániában, igen, tehát a sztori Betániában játszódik. És ugye ezt olvasjuk Máténál, amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett ha miért nem reggelizett, ugye? Hát ez itt kezdődik minden baj. Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ugye már megjegyzi, hogy mert nem volt még a füre érésnek ideje. Így szólt hozzá, ne teremjen rajta gyümölcs, soha többé, és azonnal elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték, hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fügefa. Jézus így válaszolt neki, Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vezd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban, hittel kértek, megkapjátok. Ugyanezt a történetet már így mondja el. Korán reggel, ezért nem volt ideje reggelizni, valószínűleg. Amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy ez már vissza, másnap reggel történt, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megálkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik, higgyetek Istenben. szó szerint azt mondja a szöveg, legyen nektek az Isten hite, birtokoljátok, Isten hitét. Miért a szerkezetben mondja ott az írás ezt? Nem szeretjük így fordítani. Óriási vita volt ö, a fordításoknál, hogy lemerjük-e így fordítani, hogy az Isten hite. Mert a hívők nagy része számára befogadhatatlan, hogy Istennek is van hite. Pedig ez egy nagyon-nagyon lényeges és nagyon-nagyon fontos dolog ahhoz, hogy megértsük, hogy a hit hogyan működik. Legyen bennetek Isten hite. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedj fel, vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Nem szeretnénk most ebbe elmerülni, de ugye ez a történet a kegyelmeseket többen, többnyire megbotránkoztatja. Hát nem volt füge ideje. Meg egyáltalán. De mi az, hogy megátkozta? Hát ez hogy illeszkedik a szerető, kegyelmes Istennek a teológiájában? A helyzet az, hogy Ilyenkor, amikor nem értünk valamit, többnyire azért van, mert hol kell keresgélnünk? Az Ószövetségben. Jézus valami olyat tett, ami az Ószövetségben le van írva, és mivel a korabeli hallgatói járatosak voltak az Ószövetségben, látták és értették a dolgot. Nem szeretnék mondom még egyszer ebbe elmerülni, de az ige, amire Jézus ö, 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 hivatkozik, Hóseás profétánál található. Hóseást olvasta valaki? Ja, vannak. Ugye ő a botrány próféta a szent ember, aki egy hírhet vette vett el feleségül. Miért? Azért, mert az Isten azt mondta neki. És a szent és tiszta, böcsületes ember elment, és a leghírhettebb, kicsapogó nőszemélyt elvette a feleségül. És mi történt? A kicsapogó nőszemély a kicsapongó maradt. Dacára annak, hogy a férje mindent megtett érte és nem mondhatta azt, hogy na hát ez azért történt, mert, Jézus, stb. Hát elhanyagolt, nem figyelt oda rám, nem, nem, volt elég jó ember, mit tudom én, micsoda. Én oké. Okay. És azt mondja, ez ilyen az Izrael is. Eljött az Úr az ő népéért. És ez a csodája, mostan zárójelt nyitok, ez a csodája annak a ami történt az egyiptomi kivonulásnál. Mert a fáraó birodalmában sokféle nép volt, és a népek időnként, amikor kis szabadnapot szerettek volna, akkor kitalálták, hogy nekik az ő isteneiket kell tisztelni és imádni. És amikor elmentek Mózesék először a fáraóhoz, akkor a fáraó azt hitte, hogy na hát itt is csak egy ilyen kis próbálkozásról van szó, és ezek itt csak ünnepelgetni akarnak, pár szabadnapot szeretnének maguknak. És a tizedik csapás végére kellett megérteni a fáraónak egy fontos dolgot, hogy az Isten ezt üzente, hogy engedd el az én népemet. Hogy nem arról van szó, hogy az emberek akarják keresni az Istent, mert valami szükség okán, nem tudom én, valamire szükségük van. Hanem arról van szó, hogy az Isten keresi az ő népét. Hogy ez nem a szokványos történet, hanem arról van szó, hogy Isten alászállt, és azt mondja, engedd el az én népemet. Isten az, aki jön, Isten az, aki kezdeményez, Isten az, aki azt mondja, hogy én keresem az én népemet, és hívom őket, és szólok hozzájuk, és addig szólok hozzájuk, amíg meg nem hallják, addig szólok hozzájuk, amíg létre nem jön a szívükben az a hit, hogy akár a Vörös-tengeren átkelve, és a sivatagon átkelve is megtegyék, amit mondok nekik. És ez a dolognak a, a lényege is, a fügefának is ez a tanulsága. Na szóval proféta a 9. fejezetében, a 10. versben van az ige, a pusztában olyannak találtam Izraelt, mint a szőlőfürtöt, őseitekre úgy néztem, mint a fügefa első termésére. Nem akarom ezt elmagyarázni, de a dolognak ez a lényege, hogy mind a szőlőtő-szőlővesző példázata, mind pedig a fügefának a példázata erre a hóseási képre megy vissza, amit ott a, a, a hóseás használ. És hogy a probléma mi volt? Az volt, hogy Isten mindent megtett a szőlőjéért, és mégis e, savagyú idétlen gyümölcsöt e, termet. Isten mindent megtett a fügefáért, és a fügefa mégsem teremte meg a szükséges gyümölcsöket. És nincs fügeérés ideje, akkor is van füge a fán, a korai, ezek a bizonyos korai fügék, ezek ott vannak a fán. Nem olyan táplálóak, laktatóak, mint amikor fügeérés van, de kéne, hogy legyenek. És az, hogy nincsenek a fán, az azt jelenti, hogy ez egy gyümölcstelen fa. És amikor Jézus ezt megátkozza, és az átkot kimondja, akkor a vallásos képmutatásra mondja ki ezt az átkot. És azt mondja, a vallásos képmutatás az, ami gyümölcstelen. És ez a mi erőlködésünk, amikor mi akarunk hinni, amikor mi erőlködünk, mi akarunk vallásoskodni, mi akarjuk megvédeni az Istent, mi akarunk nem tudom én mit csinálni, létrehozni valamit. És e úgy járunk, mint az efészi gyülekezet, hogy az első szeretetet viszont elhagytad. Az Isten, amiért elindultál, ami a lényege a dolognak, megtartod a kegyesség látszatát, de megtagadod annak az erejét. Tehát ez a probléma. Mitől lesz a kegyesség-kegyesség? Attól, hogy van egy, egy valóságos kapcsolat, van egy valóságos közösség az élő Istennel. Az Isten szól hozzám, ez táplálja bennem a hitet, és ebből tudok élni, ebből tudok cselekedni. Ebből ö, nő ki a... Ö, az életem, a hívő életem, és nem pedig azért, mert az apáim valamit rám hagytak, és valamilyen tradícióba belenevelkedtem, és ha nekik jó volt, akkor nekem is jó lesz. Nem lesz jó, pont erről szól ez a hóseási ige, hogy kijött az Izrael, és ott az első nemzedék a pusztába el kellett pusztuljon. Miért pusztultak el? Mert nekik is hirdetetett az evangélium, de nem páros, mivel? Hittel. Létrehozta az ige bennük a hitet, de ők ezt gyorsan elvetették maguktól. És miért vetették el? Mert meg voltak róla győződve, hogy lehetetlen, hogy az ígéret, amit az Isten tett, beteljesedjen. Pedig hát mennyi? mert ugye kijöttünk, oké, okay, de bevinni nem lehet, oda emeletbe menni. Jöttek a kémek, és azt mondták, nem, ki van zárva. Ez egy mission impossible. Nem lehet megcsinálni. Ha csak Tom Cruise nem jön de talán még őse. Pedig, rengeteg bizonságuk volt, hiszen Ábrahám ősapának mit mondott az Isten? Lesz gyerek? Na hogy? A halálból van élet? Van a halálon túl is lehetősége az Istennek, hogy életre keltsen? És Ábrahám hit, és mit olvasunk? Ez a hit tulajdonítatott neki igazságul. De ezt a hitet még nem látta akkor senki. Isten tudta, meg Ábrahám tudta. Isten tudta, hogy Ábrahám elhitte. Ábrahám pedig tudta, hogy valami változás végbe ment. És Isten adott neki egy rögtön egy másik nevet. Betette a höbetűt. A láthatatlan Istennek a hábetűjét a nevébe. Mindig vannak ilyen találgatások, hogy Ábrahám ezt jelentette az Ábrahám, meg aztán semmi, nem változott semmi a nevébe, csak bekerült egy hábetű. És az azt jelentette, hogy az Isten részévé lett az életének. Miért? Mert az Ábrahám elhitte, amit az Isten mondott, és ezt tulajdonítatott neki. De ez egy láthatatlan dolog, senki sem tudta, hogy Ábrahám igaz. De ennek a végeredménye viszont az volt, hogy eltelt, mit tudom én, 50 év, és Ábrahámnak az Isten azt mondta, hogy mennyire szerezte engem Ábrahám. Szeretsz annyira, hogy oda mered adni nekem a fiadat? És Ábrahám azt mondta, igen, uram. El kellett ide jutni kételkedés nélkül. Meg volt róla győződve, hogy a létező legjobb neki is, meg a fiának is az, ha megteszi, amit az Isten mondott. Ő sem egy ilyen úton ment keresztül, ugyanolyan ember volt, mint te meg én, ugyanúgy küzdött ezzel, mint te meg én, ugyanúgy elbátortalanodott, elbizonytalanodott, megpróbált így úgy amúgy csinálni a dolgokat, de mire kellett, eljutott arra a pontra, hogy bármire kész volt az ő uráért. Mert hitt benne, mert bízott benne, és nem azért, mert félt tőle. És volt az izraelitáknak tapasztalatuk a múltból, hogy hogyan van ez a dolog. És éppen lett volna, mire támaszkodniuk. Mert Mózesnek is el kellett döntenie, hogy egyiptomi lesz, vagy pedig Héber. És ő inkább választotta a rabszolganépet, mint választotta egyiptomnak a gazdagságát. Ez nagyon komoly dolog volt, nagyon komoly választás volt. Legyen nektek az Isten hite. Oké. Okay. Ugye a következő híres igény, lehet, hogy nem is fogom mindet felolvasni, de ugye a Márk Evangéliuma írja le azt a történetet, mikor Jézus felmegy a hegyre, elváltozik, ugye látják a tanítványok dicsőségbe, visszajön, és a hegylábánál mit talál? Tanakodást, vitatkozást. Van egy gyerek, Akit gonosz szellem, tűzbe vett, vízbe vett, már meg akart ölni, a tanítványok megpróbálták kiűzni, Jézus nevében menki, mennyi, ki belőle, mennyi nem ment, és akkor összeültek a farizeusokkal, és gondol gondolkodtak, mit lehet tenni. Hát, hát, ha a farizeusok mondták, hogy de hát így kell, onnan kell tekerni, innen kell csavarni, akkor ezt a formulát használjuk, ezt csináljuk, azt csináljuk, azt csináljuk, mindenfélét kitaláltak, és ott tanakodtak, és Jézus lejött a hegyről, és kiűzte a gyermekből ezt a tisztátalan szellemet, és utána tanította a tanítványait erről az egész helyzetről. És azt mondja, akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, megkérdezték mi, miért nem tudtuk kiűzni. És itt lesz a helyzet ugye forró, ő így válaszolt, a kicsiny hitűségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a helynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik Kell, csak imádságra és bőtölésre. Lukács úgy emlékezik meg erről a dologról, amit ugye a fügefánál is olvasunk. Az apostolok így szóltak az úrhoz, Lukács 7.5. Növeld a hitünket! Az úr ezt válaszolta. Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, így szólnátok ehhez a vadfüge fához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerbe, és az engedelmeskedne nektek. Semmi sem volna lehetetlen. Ugye a holtkoros fiúnak az apja is oda ment Jézushoz, ha tehetsz valamit. És mondta Jézus, mi az, hogy tehetek valamit? Hiszed vagy nem hiszed? És erre az apa ugye sírva leborult, és azt mondta, hogy hinném, hinném, légy segítségül a hitetlenségemnek. Minden lehetséges a hívőnek, mondta neki Jézus. Nincs lehetetlen ö, annak, aki hisz. Másik ilyen híres történetünk, ugye a vérfolyásos asszony és a jörús lánya. Ott is az asszony odajön és meggyógyul, és Jézus nagyon szép dolgokat mond neki, és azt mondja, leányom, a te hited megtartott téged. De honnan volt ennek a nőnek hite? Azt olvassuk szintén Lukácsnál, hogy ez az asszony, amikor hallotta a gyógyulások és a csodák hírét, amiket Jézus cselekedett, akkor azt mondta magában, ha csak a köntöse szegélyét megérintem is, meg fogok gyógyulni. Minek hatására született meg benne a hit? az, hogy hallotta az emberektől Jézusnak a tetteit, szavait, dolgait, és elkezdett a szívében felderengeni a remény. És az egyetlen dolog, amit az asszony ehhez hozzátett, az az volt, hogy ő nem adta fel. Sok orvostól, sokat szenvedett, sok pénzt elköltött, de az a fajta ember volt, aki nem adta fel. Nem mondta azt, hogy hát bele beletörődök, ugye, hogy mondani szoktunk, mint fű a gatyába, ennek már így kell lennie, ez a betegséggel együtt kell élnem, stb. stb. Küzdött, harcolt, nem törődött bele. Akarta, hogy egészséges ember legyen, akar gyereket szülni, akart férhez menni, akart részt venni az ünnepeken, akart részt venni a, a közösségnek az életében, nem adta fel. És Isten pontosan tudta, és amikor jöttek a hírek, akkor ennek az asszonynak a szívébe megfogant a hit, és száz más módon is meggyógyulhatott volna, de Isten együttműködött a hitével, őnek erre volt hite. És amikor megtette, hitből tette, amit megtett, akkor ennek volt eredménye, és Jézus azonnal érezte, hogy az atya cselekszik, és ez így működik elmész az ékes kapu mellett, százszor ott ül a béna, és egyszer csak az agya cselekszik. És akkor azt mondod, aranyom több nincs, és megtörténik a csoda. Elmész a fugafa mellett, oda-vissza, és egyszer csak érzed, tudod, látod, hogy az agya cselekszik. Egyszer csak tolong a tömeg, össze-vissza taperolnak, és érzed, hogy erő ment ki belőled. És azt mondja, nem, valaki másképp ért hozzám, valaki másképp érintett meg. Miért? Mert az ő érintésére az atya cselekedett. Az atya tett valamit, és ez a dolognak a lényege. Híres igény, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Kapernaumi századosnak a híres ö, története. És Jézus mit mondott, ilyen hitet még? Izraelben sem találtam. De ez a százados miben hitt? Abban hitt, hogyha Jézus azt mondja, akkor ez meg fog történni. És van egy másik kapernomi történet, ami talán kevéssé ismert, és akkor inkább beszeretném felolvasni. Ennek az üzenete pedig az, hogy hit pedig az ember a szónak. Ugye ez Jézusnak a második csodája János evangéliumában. 46 azt mondja, azután ismét a galileai kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernomban pedig volt egy királyi tisztviselő, ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki a királyi házból Heródesnek valamilyen rokona. Aki betegségben, akinek betegségben feküdt a fia, amikor meghallotta, hogy a fiú Kapernaumban feküdt betegen, amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus mondott neki egy kedveset, azt mondta, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek micsoda válasz ez? Miért mond ilyeneket az Úr? Hát itt van egy kétségbe esett apa, aki eljön, kéri, hogy menjen el hozzá, gyógyítsa meg a gyerekét, mert haldoklik, és erre Jézus azt mondja neki, ha nem látok csodákat, nem hisztek. De a történet további részéből kiderül, hogy mi az üzenet. A királyi tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyerek. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet mondott neki, és Elindult. Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szóna. Na Ez a párbeszédnek a lényege. Jézus azt mondta, hogy nem azért kell hinni, mert csodákat láttok. A csodák segítenek hinni, de hinni azért kell, mert az Isten azt mondta. Hinni abban kell, ami az Isten szava. És az ember megértette az üzenetet, és mikor Jézus azt mondta, hogy nem kell nekem elmenni Kapernaumban hanem úgy, mint a százados, csak szólj egy szót. Csak mondd ki, mert te vagy az, aki. Te vagy a királyok királya, az uraknak az ura. Ha te azt mondod, az úgy lesz. Az megtörténik, az végbe megy. Az nem tér vissza üresen. És Jézus azt mondta, a te fiad él. És elment az ember, és szembe jöttek vele a szolgák, és megtudta, hogy igen, amikor Jézus azt mondta, hogy a te fiad él, akkor megtörtént a csoda. Tehát, drága testvéreim, nem azért tudunk hinni, mert mi olyan ügyesek vagyunk. Azért tudunk hinni, mert a Szent Isten, a Mindenható Isten szól hozzánk. És az Ő szava hoz bennünk létre hitet. És ez helyzetbe hoz bennünket. És nagyon fontos, á, hogy meghalljuk Istennek a szavát. Mert a hit abból van, amit meghallunk. És amit meghallunk, az amit Krisztus maga szól hozzánk, a Krisztus rémája. És ez a réma, ez azt jelenti, hogy a beszélt ige, amit hozzád mondanak, amit személyesen neked szólnak, ez hoz létre benned hitet. És ezért, amikor eljövünk az Isten tiszteletre, erre vágyunk, hogy az Isten szóljon hozzánk. Ezért hirdetjük az igét, hogy hát, ha itten szórjuk a magot, jobbról is, balról is, hát, ha egyetlen mustár magnyi. Behull belőle a szívedbe, és ha behull a szívedbe egy bustármagnyi ebből, akkor semmi sem lesz a számodra lehetetlen. És ez a dolognak a lényege. Jött a holtkoros fiú apja, a tanítványok is ott üzértek, nem, nem megy. Ott vannak a problémák, a hegyek tornyosulnak előttünk, és tudjuk jól, hogy a hegyeket el lehet mozdítani, ha volna elég hitünk. És akkor mit tegyünk? Hogyan tehetünk szert hitre? amikor körülvesznek a nehézségek, a problémák, amikor úgy érezzük, hogy nehéz legyőzni mindazt, ami szembe jön velünk, ami dobott a gép, akkor mire van szükségünk? Arra, hogy növeld a mi hitünket. De a hitünk hogyan fog növekedni? Akkor, ha... És már is a magvetőnél vagyunk. Mert a magvető példázata arról szól, hogy vajon a mag jó-e? Vajon a magban van-e élet? Vajon a mag kikele? Vajon a mag szárba szökkene? Hiszen miért van az, hogy annyi ö, mag megy szana szét, és nem mindegyik terem gyümölcsöt. Nem mindegyik hozza létre a hitet. Hogyan lehetséges ez? Van, hogy az ige elszáll a fülünk mellett. Mert annyira tele vagyunk mindenfélével. Tele van az agyunk, a gondolataink, az elképzeléseink, hogy hiába szól az Isten, nem halljuk meg. És ostorozhatjuk magunkat emiatt, de hát a tanítványok is így voltak. Jézus hirdette, hogy halni megy Jeruzsálembe, ők meg azon versengtek, hogy kiül jobb felől, kiül bal felől. Egyetlen egy ember volt, aki meghallotta, hogy Jézus halni készül, egy kis asszonyka, Mária Betániába hozta a keretet, úgy megszitták, úgy megfették, hogy csak na. Igazi álszent módon. Szegényeknek kellett volna ezt adni. A másik ok az, amikor nem engedjük, hogy az ige gyökeret verjen. És mindig lesznek nehézségek. Az Isten azt mondja, gyere ki Egyiptomból, menj be az ígéret földjére, jó, jöjjek ki Egyiptomból, de a fáraó ezt mondta, meg azt mondta, meg ezt csinálták, meg azt csinálták. Jó, kijöttünk, na de akkor a vörös tenger, na de akkor a puszta, na de akkor a kenyér, na de akkor a víz, hogyan lesznek ezek a dolgok, mindig lesz nehézség. És mindig a körülmények e, e, azt akarják sugalni, és nyilván az ellenség akarja azt sugalni, hogy kilophassa a szívedből azt, ami már egyszer megfogant, és már egyszer megindult. És mit kell tennünk? Gyökeret kell eresztenünk. Ragaszkodnunk kell az igéhez, ami egyszer már a szívünkbe hullott, és ki kell tartani benne. És nem kell félni attól, hogyha nehézségek támadnak, vagy üldözések támadnak. Igazán a hitünket a nehézségek teszik próbára, és igazán ezekben a próbatételekben derül ki, hogy kinek van hite, és kinek nincs. A legnagyobb nehézségben volt az egész világ és, és a tanítványok ugye azon a bizonyos pénteki napon, húsvétkor. És ott volt Péter, és ott volt Júdás. És tudjuk, hogy az egyik is elárulta Jézust, a másik is elárulta Jézust. Mégis a sorsukban borzasztó nagy különbség van. És mi volt ez a különbség? Az, hogy Péternek legalább volt egy mostármagnyi hite, Júdásnak pedig nem volt hite. És ezért nem tudott megállni a nehézségekben, és nem tudott megállni a viharokban. Ugyanígy. Hiába kezd el nőni az a hit benned, Jönnek a nehézségek, a gondok, a problémák, a stb. és mit csinálnak? Megfojtják. Tönkre teszik. Kezünkbe akarjuk venni a sorsunkat, és aki meg akarja tartani, az elveszíti. Ahhoz, hogy az Isten szóljon hozzánk, és ahhoz, hogy a nagy hegyet el tudjuk hordani a zsebkendőnk négy sarkába, ahhoz, hogy képesek legyünk urrá lenni azokon a nehézségeken, amikre, eh, eh, amikkel szembe kell néznünk, ahhoz mire van szükségünk? Arra, hogy az Isten szóljon hozzánk. Gödörben van a házasságod, mire van szükséged? Hitre, hogy ezt a problémát le tud győzni. Nehézséged vannak a gyerekeiddel, mire van szükség? Hitre, hogy a nehézséget le tud győzni. Problémáid vannak a vállalkozásban, az anyagiakban, a nem tudom én micsodában. Ahhoz, hogy a, le tud győzni ezeket a nagy hegyeket, mire van szükséged? Hitre. És honnan lesz hited? Onnan, ha az Isten szól hozzád. És az Isten akar szólni hozzád? Igen. De erre való a közelség, amiről ma beszéltünk. Erre való a Szentek Szentje. És én magamon is tapasztalom, most teszek nyilvános bűnvallást, hogy sokszor félek belépni az Isten jelenlétébe. Félek attól, amit ott hallani fogok. Félek attól, hogy olyat mond az Isten, amit nem fogok tudni elviselni. Félek attól, hogy olyat fog mondani, amire alkalmatlannak érzem magam. Itt az ellenségnek ez egy nagyon nagy becsapása, hogy majd bemész a szentek szentjébe, az Isten azt mondja, mennyire tanganyikába, de én nem akarok. És akkor meghasonlok majd. De az Isten soha nem mond olyat, amire nem vagy képes. Az Isten soha nem kér olyat, amit nem tudsz megcsinálni. Ne félj tőle. Emlékszem rá, hogy, hogy ez annyira a vicces, hogy ugye 30 éve szolgálok már, és minden generációban a fiatalok ezzel a problémával jönnek, hogy jó, azt akarom, a, a házastársamat majd azt, akit az Isten mutat, azt akarom, de ugye nem lesz csúnya. De ugye nem valami gusztustalan hárpiát fognak rámsózni gondolod, hogy az Isten az ilyen, hogy na, készítettem neked valami nagy csúnyát, azt visel, de hát... De mégis hívő emberekbe, akik szeretik az Urat, és, és ott van bennük a félelem. És ilyenkor megemlékezem, hogy bennem is ott volt. Mert engedelmeskedni akartam az Istennek, és aztán féltem az Istenhez menni, mert úgy voltam vele, hogy rámutat, hogy ő lesz az, és nekem nem fog tetszeni, és akkor engedelmeskedni kell, de ez nem így van. Minden jó és tökéletes ajándék felülről származik. A világosságok atyától jő alá. Nem kell félned attól, amit Isten mondani fog. Az Istennek az akarata jó, kedves és tökéletes. És ha az Isten mond valamit, azt azért mondja, mert az ő szava létrehozza benned mindazt, amire szükséged van. Most alkalmatlannak érzed magad, és rendben van. És tényleg egy olyan világban élünk, hogy annyira nem értünk semmit abból, ami történik, hogy mi miért történik, nem tudjuk uralni, nem tudjuk irányítani a saját életünket sem hogy az ember megijed, és akkor azt mondja, hogy legalább ezt a kicsit szeretném én, akkor legyen ez a kicsi, ezen legalább ennyit belátok, akkor legyen ennyi, és nem engedek be senkit is. De Isten ki akar nyitni bennünket. És higgyétek el, hogy amikor Isten mond valamit, azzal együtt megadja neked mindazt, amire csak szükséged van ahhoz, hogy az úton végig tudj menni. Lehet, hogy te nem érted, lehet, hogy te nem látod, de az Istennek az akarata jó, kedves és tökéletes és ezért ne engedd, hogy az agodalmaid, a félelmeid irányítsanak, kormányozzanak, vezessenek. Engedd, hogy az Isten szóljon hozzád. És amikor leülsz a Bibliád mellé, akkor ülj le azzal az éjséggel, hogy az Isten szólni fog hozzád. Van, hogy az Isten úgy szól, hogy az teljesen ellenállhatatlan. Mondanám, beleordít a fülünkbe, félreérthetetlenül. De Isten nem ilyen módon akar velünk tárgyalni. Hogy te is a gyerekeddel nem úgy akarsz tárgyalni, hogy amikor már ellentmondást nem tűrő hangon ordítasz rá, mert különben alászalad az úthengernek, akkor az ember nem mondja egy kedvesen, nem. De akkor magából kikelve értékelteti, hogy most aztán nincs appellát, vagy csinálod, vagy nem. De az Isten nem akar velünk ordítozni. Az Isten szelít hangon akar hozzánk szólni. A szívünkben, a lelkiismeretünkben akar hozzánk szólni az Isten. Beszélgetni akar velünk, jó szóval akar inteni, mint minden apa, aki le akar ülni a gyerekével, és azt mondja, fiam, fiam, így, fiam, úgy, ezt csináld, azt csináld, legyen így, legyen úgy. Kinyitod a példabeszédek első hét fejezetét, és ott van minden egyes fejezetnél, ott van, fiam, fiam, hallgass az én szómra, fiam, ne távozz el az én útmutatásomtól, fiam, figyelj oda, ezt ne. Isten jó szóval akar inteni bennünket, jó szóval akar tanítani bennünket, jó szóval akar nevelni bennünket, és erre van. Van szükségünk. Különben visszasüljedünk arra az emberi szintre, hogy na jó, van, akkor csináljuk, amit tudunk. Kicsépeljük a maradék gabonát a pajtába, azt ez van. És amikor jön az angyal és azt mondja, hogy de Gedeon, hát erre többnél, ennél többre vagy képesebb? Ennél többre vagy képes? Akkor azt mondjuk, hogy mert veled van az úr? Akkor azt mondjuk, hát ha velem van az úr, akkor ez miért van? Így néz ki, amikor valakivel vele van az úr. De veled van az Úr. Ne félj, ne ijedj meg. Ne félj, ne ijedj meg a jövőtől, ne ijedj meg a kihívásoktól, Isten veled lesz. Nem a világ vitázói fogják megmondani a világ merre halad, és a sorsod mi lesz, és az életed mi lesz. Az Isten igéje jelöli ki számodra azt, hogy mi lesz, és mi fog történni. És bármin is kell keresztül menned, tudjad, hogy az Isten ott van veled, és akar tanácsolni akar szólni. És bármilyen nehézséggel kell szembenézned, Istennél ott van a válasz. És amikor belépett a jelenések könyvébe, az apostól, a trónterembe, azt látta, hogy villámok és mennydörgések és szózatok jöttek. Isten szól. Isten cselekszik, Isten parancsol, Isten kormányozza a világot, de hozzád le akar hajolni, mint szerető atya, és azt akarja neked mondani, fiam, ne ijedj meg, ne rémülj meg, ne félj, bíz bennem, tedd, amit mondok, és jó lesz. Én tudom, ki vagy, én tudom, mire vagy képes, én tudom, hogy mire alkottalak, és mire teremtettelek meg. És amikor az Isten szól hozzánk, akkor nagyon fontos, hogy döntési helyzetben vagyunk, és fontos, hogy döntsünk, és elhatározzuk azt, hogy igen, rápakoljuk, amit csak lehet, amit csak tőlünk telik, megragadjuk meg, az igét, megragadjuk azt a szót, azt a mondatot, azt a bármit, amit az Isten mondott. Mert csak egy szó, és meggyógyul az a szolga. Csak egy szó, és megváltoznak a dolgok. Egyetlen mondat az Isten szájából megváltoztatja az életünket. Nem ülnél itt, ha nem hallottál volna az Isten szájából már szót. És Isten nem egy olyan szószátyár. Egy-egy mondatot hallunk meg. Egy-egy dolgot látunk csak belőle. És rengeteg, rengeteg, rengeteg ige van, és ezen keresztül mind az Isten akar szólni hozzánk. És ne elégedj meg azzal, amit ma van, hanem törekedj a többre, és tudd, hogy van több. És ez a több ott van Istennek a veled, a személyre szabott igazságában és igéjében. Szólni akar az Isten hozzád, azért, hogy legyen hited. És ez a hit, ez fölé emeljen téged a nehézségeknek. Ám rendben. Akkor imádkozzunk. Adja nekünk az Úr látó szemet, halló fület, értő szívet, hogy képesek legyünk befogadni az Istennek az igéjét.